reumatológusként dolgozom. Azért neveztem be erre a versenyre, mert önmagamnak is szeretnék motivációt, és a pácienseimnek is, hogy igenis le lehet fogyni. Az utóbbi 10 évben volt ez, ami igazán a hízásomat elindította. Egyre többet ettem, és egyre kevesebbet mozogtam. Próbálkoztam többször lefogyni, sikeresen is, de aztán mindig visszajött. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó csapat, és biztos, hogy segíteni fognak abban, hogy a célomat elérjem, hogy egészségesebben éljek. Nem is igazán a kilókban, hanem az, hogy sokkal fittebb legyek, jobban aludjak, jobban bírjam a hétköznapok stressz helyzeteit. Sült csirke a kedvencem, csirkemell, és a zöldségeket is nagyon szeretem. Amit szeretek még, a tésztafélék, tehát igazán az, ami problémát okoz. Tehát nem szeretem igazán az édességet sem, tehát nem vagyok ilyen nagy édességfalú. Szeretem a gyümölcsöket, tehát igazán egészséges ételeket eszem. Csak sokat. Ez a probléma. Fiatal koromban atletizáltam, kosárlabdáztam. Később, amikor megszülettek a gyerekeim, ugye 2 lányom van, utána edzőterembe jártam napi szinten, tehát 2 órát nyomtam. Nem is volt súly problémám, tehát 60 kiló voltam, normális súlyom volt. Nekem van egy 100 éves páciensem is, aki még mindig gyalog megy fel a 3. emeletre, és szerintem ez egy követendő dolog. A családom az nagyon szívesen támogat, nincsenek is elhízottak a családba igazán. Hajlandóak az étkezésben is segíteni, tehát elfogadják azt, hogy én egy kicsit másabb ételt eszek. Tehát ilyennel nincs problémám.